A jelenlegi járványügyi helyzetben online tartotta meg a Karcagi Tankerületi Központ projektzáró rendezvényét. A jelenlegi járványügyi helyzetben online tartotta meg a Karcagi Tankerületi Központ, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének projektzáró rendezvényét. A tankerület 542,98 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból kibővítette és teljes körűen felújította a tagintézményt. Kovács Mihály iskola egy meghatározó része a karcagi oktatásügynek, és már évtizedek óta kiváló tanárok, nagyon erős szülői munkaközösség, alapítványok, egyesületek, így a Kovács Mihály Egyesület és Alapítvány, és oda járónak kikerül gyermekek is mutatják azt, hogy ez egy minőséget felmutató intézmény, a városnak a büszkesége. És én nagyon örülök annak, hogy most egy olyan kormányprogram keretében, amely lehetővé tette, hogy több mint 500 millió forintból az iskola megújuljon, egy 21. századi színvonalú oktatási intézmény itt a szemünk láttára kialakult, felépült, hiszen a régi épületből csak a falak maradtak, teljes külső-belső felújítás, az infrastruktúrának a felújítása, az udvarnak a rendbetétele, szaktermek, a belső bútorzatnak a cseréje mind-mind megvalósult. Mutatja ez azt, hogy a kormány gazdaságpolitikája eredményes, hiszen lehetővé tette azt, hogy ide komoly pénzek kerüljenek, eredményes a kormány oktatáspolitikája is, hiszen a vidéki városi iskolákra, ugye a karcegére is sikerült megfelelő pénzeket fordítani, megfelelő költségvetési hátteret biztosítani. Az intézmény, amióta fönnáll, azóta nem volt ilyen nagy volumenű felújítás, hiszen korábban nem tette lehetővé ezt az ország gazdasági helyzet, ezért és a 70-es, 80-as évekre, épp úgy, mint a 90-es évekre is, amikor legfeljebb karbantartásra kerülhetett sor. Most pedig az intézmény megújulásával látható az, hogy milyen színvonal az, amit célul kitűztünk, milyen beruházások kellenek ahhoz, hogy a gyermekeink a lehető legkorszerűbb körülmények között a legmagasabb szintű tudást sajátítsák el. A beruházást a Karcagi Tankerületi Központ végezte, erről már Sági István igazgató szólt. Uniós forrásból és a magyar kormány támogatásával, tehát a kettőnek a kombinációjával valósult meg ez a fejlesztés. Mit kell tudni róla, mennyi volt ez a forrás, és mi minden történt az iskolában az elmúlt hónapokban? A tankerületi kiegészítéssel, tehát állami támogatással együtt egy közel 550 millió forintos bruttó beruházásról beszélünk, és alapvetően infrastruktúrális fejlesztések történtek, de emellett eszközbeszerzések, illetve szakmai képzések is történtek a fejlesztés keretében. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a főfalak maradtak meg, hiszen a padlásig mindent felújítottak, plusz még új épületet is kapott az iskola. 99%-ban mondhatjuk, hogy így történt. Még van egy-két feladat, mint a tornateremnek a burkolatának a felújítása, illetve az udvaron a sportpálya és annak kerítésének. Ezt igyekszünk az elkövetkezendőkben orvosolni, de jelenleg a projekt kerete ezt a lehetőséget nyújtotta számunkra. Ezzel a beruházással a Kovács tagintézmény most az önökhöz tartozó iskolák közül hova került felszereltségileg és modernizálódás szempontjából? Én azt gondolom, hogy ebből a forrásból, amit meg lehetett valósítani, ezzel szerintem a legfelső polcra került. Innentől kezdve a gyerekeken, pedagógusokon múlik a további része, illetve a különböző országos szakmai programokon, hogy ezt mennyire tudjuk kihasználni. Úgyhogy ezen dolgozunk, hogy a színvonal is ennek megfelelően történjen, emelkedjen. Az online projektzáron elmondta, hogy több intézményben is zajlottak és zajlanak felújítások az önökhöz tartozó iskolákban. Igen, többen is. Ezek közül a kisebb projektek közül már teljesen 8 projektet zártunk, illetve a nagyobb projektek közül most ez az első, amit zárunk, az elkövetkezendőkben Tiszafüred, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Fegyverneki nagyobb projekteknek az átadása fog majd megtörténni. Mindegyik projekt jól halad, a Törökszentmiklósit még most kezdtük az elmúlt egy-két hónapban, de a többi projekt a következő szeptemberre már azt mondhatjuk, hogy az intézményben újra indul az élet, tehát a felújított intézményben lehetnek a gyerekeink. Tulajdonképpen még a szülők nem nagyon látották ezt az intézményt, hiszen jelenleg is otthon vannak a gyerekek, de reményei szerint úgy fogalmazott, hogy a tanév záron már a szülők is megnézhetik.
Igen, tehát volt azért, tehát a digitális, a mostani digitális oktatás bevezetése előtt azért a gyerekek jártak az iskolába, a gyerekek szemén keresztül informálódhattak a szülők az épület belső területéről, de abba bízok, hogy a kormány a mai napon, illetve a tegnapi napon bejelentette, hogy a pedagógusok oltakozása is megkezdődik, hogy ennek köszönhetően április végén, május elején legkésőbb újraindul az oktatás, és hogyha újraindul az oktatás, és országosan olyan oltakozási kedv és ütem alakul ki, akkor az iskolák a rendezvények szempontjából is, ballagásra gondolok, külső személyek szempontjából is, hogy ez megoldható. Addig pedig ezzel a kis virtuális sétával kedveskedünk a szülőknek, illetve az intézményt használóknak. Szepessy Tibor polgármester a projekt záró kapcsán általános iskolai élményeit idézte fel, amikor még sport és tanulmányi versenyekre átjött saját iskolájából, az akkori Calvin 9-ből a mai Kovácsba. Ugye, amikor utoljára ott jártunk magában az iskolában, és valójában nem csak online átadás formájában néztük meg a megújult oktatási intézményt, illetve aki folyamatosan figyelemmel kísérte az építkezést, az láthatta, hogy bár megmaradtak vonásai az iskolának, de gyakorlatilag teljes egészében kívülbelül teljesen megújult. Én még gyerekkoromból is emlékszem a Kovács Mihály akkori Calvin 9-es általános iskolára, ahova bár én egy másik iskolába jártam, de természetesen sokat megfordultunk a másik iskolákban is, különböző tanulmányi sportversenyeken. Tehát emlékszünk azokra az osztályokra, azokra a folyosói életképekre, amelyek valamikor voltak. Most ezek a múlté, hiszen valóban egy 21. századi tökéletesen oktatás és nevelés centrikus intézmény készült el ezzel a felújítással. Azért mégiscsak a karcagi gyermekek, a karcagi szülők használják, a karcagi pedagógusok tanítják a karcagi gyerekeket, de aki arra jár, és hát természetesen különböző rendezvények kapcsán szerintem a város minden lakójának lehetősége lesz majd arra, reméljük a vírus helyzet elmúltával valójában is, hogy betekintést nyerjen az iskola épületébe.